A radioaktivitás nemzetközi jelével ellátott dobozokat találtak Pilisborosi Jenő határában, szám szerint 10. Hogy hogy kerültek oda, nem tudni, ahogyan egyelőre azt sem, hogy honnan hiányoznak vagy hiányozhatnak a dobozok. A katasztrófavédelem emberei nem találták nyomát semmilyen ártalmas sugárzásnak, de azért egy időre lezárták a környéket. Két tűzoltó zárt el az Ürömből Pilisboros Jenőre vezető mellékutat. A biztonsági zónát szigorúan betartották, az autósoknak vissza kellett fordulniuk, senki sem közelíthette meg a helyszínt. Ennél a falutól néhány száz méterre lévő kápolnánál találtak 10 dobozt munkások. A kisméretű tárgyakon a radioaktivitás közismert jele volt látható, ezért az önkormányzat segítségével azonnal értesítették a katasztrófavédőket, akik egy mobil labort is a helyszínre küldtek. Mobil labor méréseket végzett, a helyszínen emberre káros, illetve a környezetre káros sugárzás nem mértek, de azért biztonsági szempontból 100 méteres biztonsági zónát jelöltek ki a dobozok környékén. A katasztrófavédők mellett az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet munkatársai is feltűntek. Egyikük ott jártunkkor is a környezet sugárzását mérte egy berendezéssel. A környéken lakókat egy rövid időre kitelepítették. Ez összesen 230 embert érintett, javarészt tanulókat, hiszen egy iskola is beleesett ebbe a biztonsági zónába. A dobozok eredetéről nem tudni semmit, mint ahogy arról sem, ki és miért vitte a kápolnához a mécses nagyságú tároló eszközöket. Mivel a helyszínt a katasztrófavédők átadták a rendőrségnek, tőlük próbáltuk megtudni, hogy mi lesz az ügy további sorsa. Az ORFK sajtószóvivője szerint a rendőrség vizsgálódik az ügyben, azt azonban még nem tudni, hogy ki végzi majd a nyomozást.